Ezt a szürke színű autót lopta el néhány napja a 15 éves fiú. A gazdája csak néhány percre hagyta nyitva a kocsit, amíg bement a házba. A fiatal ekkor ült bele és vitt el mindenféle engedély nélkül. Az autót több napja keresték már kollégáim, míg végül 2020. január 5-én Pálfa határában az útszélén leállítva találták meg. A rendőrök hamar rájöttek, hogy a kocsit a 15 éves fiú vitt el. Nem ez volt ugyanis az első hasonló húzása. Korábban már többször is lopott autókat Tolnáról és Fadról. Novemberben, amikor először elfogták, azt mondta a nyomozóknak, randevúzni akart egy lánnyal, ezért vitt el egy autót. Összesen 4 esetben fordult az elő, hogy ismeretlen a nyitva hagyott járművekbe beült, és azokkal elhajtott, majd különböző helyeken hagyta őket, miután kifogyott belőlük az üzemanyag. A fiú beismerte a lopásokat, így azokért hamarosan felelnie kell majd. A rendőrség azt kéri, senki ne hagyja nyitva, esetleg kulcssal az indítózárban őrizetlenül az autóját.